Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Vízi Zalán vagyok, és ez a Hír FM, amelynek a kecskeméti adását hallgatják. A következő percekben Faragó Miklós fog beszélgetni dr. Szigeti Bélával, a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség ügyvezető fővadászával, az Országos Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi Szervezetének az alelnökével, méghozzá a vadgázolásokkal kapcsolatban, és Faragó Miklós első kérdése az volt, hogy a vadgázolások során keletkező károkkal kapcsolatban vannak változások mostanában? Valójában a szó szoros értelmében ez nem törvényváltozás, hiszen amire alapozódik ez az egész eljárás vagy törvény, annak értelmezése, ez úgy durván 14 éve él már ez a módozat, ami tulajdonképpen a vadgépjármű ütközésekre vonatkozik, és azzal kapcsolatosan ad útirányt mind az elszenvedett félnek, tehát akinek az autója bánja ezt a közúton vaddal történő találkozást, illetőleg hát ugye úgy nevezik ezt, hogy vadgépjármű ütközés. Nos, mint említettem, tehát 14 éve a vadászati törvény ezt az eseményt már akkor a PTK veszélyes üzemek találkozása jogkörébe helyezte, ami ma is szinte ugyanúgy érvényes. Legfőjebb azt mondhatnám el, hogy most, amit ön is említett júliusban, illetve hát amikor a törvény megjelent, akkor egy kicsit, hogy úgy mondjam, megmagyarázta jobban talán, mint ami ezelőtt 11 évvel a törvényben megjelent, hiszen szükség is volt erre, mert képzeljük el, és ugye, ha utána néznénk, hogy milyen mértékben szaporodott mind a személygépjármű, mind pedig személyautókra gondolok, mind pedig ugye akár teherszállító autókról beszélünk, óriási a fölfutás, ezt mindenki érzékeli, mind a közutakon, de ha a városba parkírozik, akkor is érzékeli, hogy bizony-bizony nem nagyon talál már helyet. Na most ugye ment is ez a dolog a maga útján, de én is azt tapasztalom a törvény, hogy úgy mondjam, a törvény kicsit részletesebb magyarázatáról, hogy valamilyen oknál fogva bizonyos médiafelületek úgy adják elő ezt a témát, minthogyha teljesen megváltoztatták volna a vadászati törvényt ezen a területen, holott tulajdonképpen nem történt más, mint a veszélyes üzemek találkozásának fogalmát és a felekre vonatkozó esetleges illetve a következményeket vagy esetleges kártérítéssel kapcsolatos dolgot úgy hoznák, minthogyha, vagy úgy értelmeznék, minthogyha automatikusan a vadgépjármű ütközésnél a gépkocsi vezetőjének meg kellene fizetni az elgázolt vad értékét. Na most erről szó nincsen ebben a formában, mert ha értelmezzük a vadgépjármű ütközést úgy, mint veszélyes üzemek találkozását, akkor rögtön kiderül, hogy tulajdonképpen amennyiben egyik félnek sem róható fel a kár okozás, úgy ki kiviseli a maga kárát ebben az esetben. Mintha két gépkocsi találkozna, mindaddig, amíg az egyik fél úgy nem érzi, hogy bizony-bizony a másik volt a hibás, és ezt nem viszi valamilyen akár először csak megbeszéléses útra, majd jogi útra, addig mindenki viseli a kárát. Tehát nem kötelezhető automatikusan egyik fél sem kártérítésre. Sem a gépjárművezető, sem pedig a vadásztársaság. Mert ugye mit is mond ki tulajdonképpen a veszélyes üzemek találkozása? Azt mondja, hogy a vadásztársaságra vonatkozóan,
hogy a vadásztársaságot csak akkor lehet jogi úton, és hogy lehet eredményesen jogi útra terelni és ott elmarasztalni, hogyha a vadásztársaság nem a hatáskörébe tartozó cselekvések szerint végzi a munkáját, illetve a tevékenységét. Tehát az, hogy a vad a közútra felkerül, ez ma már, ez talán egy kicsit magyarázatnak mondanám, ma azt jelenti, hogy ez nem egy természetellenes dolog, hiszen a vad ugye közlekedik, őt nem érdekli különösebben, hogy most a régmúlt időből azt a területet utakkal látták el, vagy vasúttal, vagy éppen akármivel, ő mind a szokásainál fogva egyrészt a táplálkozás, másrészt természetesen a fajfenntartás érdekében, illetőleg egész egyszerűen, hogy úgy mondjam, ő legyalogolja mindig minden nap a maga szokásos útját, nem úgy, mint ahogy mi tesszük, hogy bizony-bizony egy kicsit futnunk kellene nekünk is, a vad ezt automatikusan teszi, és eközben bizony akár lakóterületre, akár pedig a közútra fölkerülhet, és ez nyilvánvalóan adhat arra okot, illetve bizony-bizony hozhatja magával azt, hogy egy gépjármű, egy autós elüti ezt a vadat. Na most ugye akkor azt kérdezik, hogy ilyen esetben, mert inkább talán azt mondhatnám egy kicsit erős kifejezéssel, hogy avval rémisztgetik az autósokat, hogy neki majd ezt meg kell fizetnie a vadásztársaság felé. Nos, ez nem így van. Nagyon kevés esetet tudnánk találni, hogyha most elkezdenénk keresni, hogy hány esetben kellett megfizetnie egy gépkocsi vezetőnek azt, hogy ő elütött egy vadat, és annak a vadnak az árát. Ez nem így működik. Ugyanis a vadászatra jogosultnak be kellene bizonyítania, hogy ő a gépjárművével, jelen esetben személyautóról beszélünk alapvetően, úgy vezette a gépkocsiját, hogy az ütközik mondjuk a KRESZ szabályaival. Tehát úgy közlekedett az úton, ami egyébként is büntethető lenne, mondjuk 90 helyett 130 kilométerrel megy, vagy mondjuk lakott településen 50 helyett, vagy éppen ha 30-as tábla van kitéve, akkor mondjuk sokkal magasabb sebességfokozaton hajtott, és mondjuk így történik a vad elgázolása, és ezt a vadásztársaság bizonyítani tudja, ebben az esetben jöhet az, hogy vagy valamilyen megegyezés, vagy pedig a vadásztársaság kárterítést kér a gépjármű vezetőjétől. Amennyiben ilyen mérvű bizonyítást a vadásztársaság nem tud prezentálni vagy produkálni, akkor szóba sem kerülhet az, hogy az autó vezetőjét bármilyen szankció is érje, hiszen elég neki a saját kára, nem pedig az, hogy még a vadásztársaság is ezen mondjuk hasznot próbáljon szerezni. Ezért általában a vadásztársaságok nem is lépnek föl ilyen igénnyel. Tehát egyelőre azt tudnám mondani, de tanácsolni is egyben a gépjármű vezetőknek, hogy számoljanak avval a tényezővel, hogy bizony-bizony a vad a közútra kerülhet, akár lakott területen, akár lakott területen kívül. És bizony-bizony, ahogy figyelnünk kell adott esetben egy kivilágítatlan kerékpárosra, vagy éppen egy gyalogosra, vagy éppen egy olyan gépjárműre, ami nincs jól kivilágítva, hát bizony a vad még inkább oda kerülhet, mert ő neki még elmondani se tudják a jogszabályok, hogy bizony-bizony így és így kell közlekedni, akár gyalogosan, ha közúton haladok, akár kerékpárral, akár elektromos rollerrel, akár bármilyen járművel, mert bizony ott előfordulhat nem csak
ember, vagy másik gépjármű, hanem vad is. A vadak egyébként melyik időszakban fordulhatnak elő többször? Így ugye mindig vannak, amikor a híradásokban halljuk, hogy na most figyeljünk, mert most még több vad előbukkanhat. Így ősszel is még találkozhatunk velük? Hát mondjuk a természetes és szinte egész évben elmondható ilyen jellegű veszélyforrás inkább a sötétedéstől, ugye napvilágig, azaz amikor hajnolodni kezd, tehát éjszaka a vad általában szívesen benn mozog, mert nagyobb a nyugalom mind a földeken, mind pedig ugye a közúton. Valahol a vad már kezd ahhoz hozzászokni, hogy bizony-bizony egy forgalmas úton ne a legnagyobb forgalomba közlekedjen, hanem mikor csendesebb az az út, és szerintem ön is, én is, más is tapasztalja, hogy visszahőkölnek, nappali fénynél látjuk, hogy megtorpan a vad, mielőtt rámenne az útra, mert ez már lassan genetikailag kezd kódoltá válni benne. No, de éjszaka, ugye, mivel kisebb a zaj, ezt amit a vad is észlel, akkor hajlamosabb átmenni az úttesten, gondolván, hogy nem találkozik semmilyen akadállyal. Na most ez az egyik, amikor több vadra kell számítanunk. Például őznél ugye úgy nevezik, hogy üzekedési időszakban, amikor is hát ugye a vadak a fenntartásuk érdekében bizonyos párzási folyamat van, mondjuk őznél elmondható ez az időszak durván július 10-től úgy durván augusztus 10-ig. Ez a hogy úgy mondjam, őszbakoknál, de ősz utánál is ez egy olyan időszak, amikor kicsit fejvesztettebben mozognak, illetőleg hát nem annyira vannak tekintettel a közlekedésre, illetőleg nem figyelmesek annyira, hanem hát a saját dolgukra koncentrálnak, hogy biztosítsák az utódokat, és bizony ilyenkor sokkal több őz kerülhet a közutakra, és hát ahogy én tudom, főleg ugye a Dunától keletre jellemzőbb az őzzel való ütközés, mint mondjuk szarvassal való ütközés. A Dunántúlon ott már majdnem egyformán történik szarvassal való ütközés, mint őzzel való, vagy pedig vaddisznóval. Ezt tudnám mondani. Hát nyilván ugye szarvasbőgésre is ugye hasonlóan vonatkozik ez, csak ott kicsit más a időintervallum, mert ott lényegében azt mondhatnám, hogy augusztus hónap elejétől kezdődően ez az időszak, hát szeptemberben, október elejéig, október közepéig is eltarthat. Körülbelül így mondanám, melyik területen milyen mértékű, ez területfüggő is bizonyos mértékben, éghajlat, terület, időjárás függő is. Van egy-két tanács, hogy hogyan kerülhetők ezek a balesetek például? Hát a balesetek általában, mint minden ütközéssel, azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert ma már egy gépkocsi vezetőnek rendkívül sok veszélyre kell figyelnie. Tehát azt mondom, hogy figyelmesség, és a közúti szabályok, azaz a KRESZ-nek a követése, de ezekben, amit ön is kérdezett, hogy melyik intervallumokban, időintervallumokban, illetőleg mely hónapokban várható nagyobb veszélyhelyzet, ezekben az időszakokban fokozott figyelemmel volna célszerű vezetni a gépjárművet. Talán még egy kicsit azt mondanám, hogy legyünk szigorúbbak egy kicsit önmagunkhoz, mint ahogy a KRESZ mondja. Más kérdés, hogy az egész év folyamán, amikor jobbról-balról látjuk, hogy erdős területen megyünk keresztül, vagy bokros, fás, tehát magyarán nem jól belátható útviszonyok vannak, mert egyik pillanatról másikra előkerülhet az erdősült területekből, vagy a bokrokból vad, ott automatikusan lassítanunk kellene.
mert nyilván minél lassabban megyünk, hát jó, ezt most nem úgy mondom, hogy akkor mint a csiga úgy közlekedjünk, de hát azért lehetőleg lassítsunk, mert sokkal könnyebben kivéthető kis sebességnél az ütközés, vagy legalábbis nem okoz akkora veszteséget, vagy ad abszurdum, sajnos néha még személyi sérülést is, komoly személyi sérülést is, ha az autóval ugye lényegesen lassabban hajtunk. Mai modern autókkal előnye az, hogy olyan fékek vannak rajtuk, amelyekkel viszonylag biztonságosan meg tudunk rövid távon állni, de bizony a lóerő is megnövekedett, és ne beszéljünk róla, ha mondjuk valaki egészen más, ha valaki 50-60 kilométeres sebességgel ütközik, vagy kevesebbel, vagy pedig, hogyha túllépve a sebességhatárokat, mondjuk 130-140, vagy éppen 180 kilométeres sebességgel, akkor sokszor szinte kivéthetetlen a vadgépjármű ütközés. Mi a teendő, hogyha elütünk egy vadat, foglaljuk össze röviden, mit kell? Hát amennyiben elütünk egy vadat, ott ugye mindenképpen érdemes félreállni és felmérni az ottani helyzetet. Mi történt a vezetővel vagy az utasokkal, mert akkor ugye mindenki tudja, hogy rögtön hívjuk a rendőrséget, mentőt és így tovább. Amennyiben mondjuk csak a gépjármű sérül, hát akkor is megnézzük, ugye, hogy mehetünk-e tovább az autóval, vagy nem mehetünk tovább, mert biztonságosan folytathatjuk-e az utunkat, vagy nem folytathatjuk. És amennyiben úgy gondolja a gépjárművezető, hogy ő föltétlen, még akkor is, ha mondjuk tudja folytatni az útját, majdnem zavartalanul, de ő mindenképpen szeretne beszélgetni a vadásztársággal, akár azért, hogy nehogy őt hibásnak tartsák, akár azért, mert ő úgy érzi, hogy akár nem az ő hibájából keletkezett, akkor hívni célszerű a rendőrséget, és a rendőrség, ha nem is egy olyan jellegű fölmérést készít, vagy jegyzőkönyvet, mint mondjuk gépjárműk találkozásánál, vagy mondjuk, ha elgázolnánk mondjuk egy biciklist, vagy ne adj Isten, egy személyt, tehát nyilván a rendőrség eljárása vad elütésnél sokkal, hogy úgy mondjam, egyszerűbb folyamatban és egy egyszerűsített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, de ha ezt óhajtja a gépkocsi vezetője, akkor erre módja van, akkor kérje ezt, és akkor hát van egy bizonyító erejű okirat a kezébe, amit aztán eldönt, hogy megpróbálja ezt bármilyen kárterítésre felhasználni, vagy pedig beletörődik abba, hogy bizony, hát itt most az autóm sérült, és ezt nekem kell viselni, adódóan a törvényből. Ha már kártérítés tényleg a szabályokról, tehát hogy van az, amikor mind a ketten viselik a kárt, de előfordulhat az is, hogy csak az autós, vagy a harmadik lehetőség, amikor a vadásztársaság? Tehát hogy mind a kettő előfordulhat? Hát igen, tulajdonképpen én azt mondanám, hogy sokkal ritkábban fordul elő az, hogy a vadásztársaság kérje a vad elütéséből származó kárt, mint ahogy a gépkocsi vezetők kérik. Uh-huh. Én nem akarok senkit arról lebeszélni, vagy meggyőzni, hogy ne próbálja meg a kárát, hogy úgy mondjam, érvényesíteni, de, mint említettem, a 14 éve érvényben lévő, csak most jobban elmagyarázott, hogy úgy mondjam, vadászati komment, törvényhez kapcsolódó kommentben jobban látni azt, hogy bizony itt tényleg a veszélyes üzemek találkozásáról van szó, tehát amennyiben nem felróható ez a vadásztársaságnak, akkor neki kell viselni a kárt, és ugye kérdezhetné valaki, hogy felróható? Hát úgy felróható, hogy amennyiben mondjuk nem kellő figyelem
figyelemmel járna el a vadásztársaság, és mondjuk egy vadhajtást az út felé, a közút felé irányába tenne meg, amit egy gyakorlott, vagy egy, hogy úgy mondjam, járatos vadászatvezető nem fog megtenni, vagy akkor ez nem róható föl egész egyszerűen, hogy pusztán oda került egy vad. Tehát ha a vadászatvezetőnek nincs erre ráhatása, akkor ez nem róható föl. Vagy ha mondjuk egy vadásztársaság közvetlen az út mellett csinálna egy etetőt, vagy itatót, ami oda vonzaná a vadat, és ez bizonyítható, hogy kérem szépen ott volt egy etető, amin nem messze az úttól, és azon még látszott az, hogy ott oda járnak a vadak, vagy pedig van ott egy itató, ebbe az aszályba biztos mennek a vadak oda, és nem messze van az itató, de hát ezt a vadászok már 14 éve tudják, hogy ezt nem szabad megtenniük egész egyszerűen, tehát nem tartom valószínűnek, hogy ilyen lehetséges. Talán még annyit tennék mellé, hogy külön ki kell emelnünk mindenből, és itt esetleg mondható az, hogy nem is az, hogy változott a törvény, de tisztába tette a gyorsforgalmi utak kon történő vad gépjármű ütközést gyorsforgalmi úton és autópályán. Azt mondja ki ez a magyarázat, hogy a gyorsforgalmi utat és az autópályát úgy kell megépíteni, hogy arra vad ne tudjon feljutni. Hiszen ugye akkor mit érne a kerítés? Miért van a kerítés? Azért, hogy ne tudjon följutni a vad. No már most, ha van kerítés, annak meg kell tudni gátolnia a vad feljutását. Mert hiszen látunk ugye az utak mentén birkanyájakat, szarvasmarhát, lovakat bekerített részen. Nem nagyon hallani olyat, hogy lovat ütöttek el, szarvasmarhát ütöttek el, még talán juhot se nagyon, tehát birkákat se nagyon, vagy éppen sertést, disznót, mert hiszen a gazda tudja, hogy neki milyen kerítést kell ahhoz építenie, hogy az állományából a felsorolt haszonállatok közül egyik se tudjon rámenni az útra. Mert az egyrészt neki nagyon nagy kár, ha mondjuk egy nemes lovat, egy komoly értéket képviselő lovat, vagy éppen szarvasmarhát, vagy akár egy anyadisznót elgázolnak a gazdának, az egy óriási kár. Ezen kívül mi sem természetesebb, hogy meg fogják büntetni. Mert ugye ott az autóvezető is azt mondja, hogy kerül oda egy házi állat. Hát most nem egy tyúkra gondolok, vagy mit tudom én, egy pulykára, de egy nagy házi állatra már rögtön az jut az eszébe, hogy no, akkor én hívom a rendőrséget, kérem szépen, ide került az útra egy haszonállat, a rendőrség ezt rögzíti, és bizony-bizony megyek a bíróságra, mert nem megfelelően kerítették be. Tehát a törvény magyarázata hozzáfűzett komment most már azt a helyzetet, hogy úgy mondjam, kivette ebből az egész folyamatból, hogy először a vadásztársaságot keresse az autós abba az ügybe, hogy én az autópályán vagy a gyorsforgalmi úton elütöttem egy őzet, vagy vaddisznót, vagy éppen szarvast. Mert ebben az esetben már a vadásztársasághoz nem köthető a vadgépjármű ütközés. Nem ő érte a felelős. Mint ahogy egy állatkertbe is nyugodtan megyünk be, mert nem félünk attól, hogy a medve ki fog jönni, vagy a víziló, mert olyan kerítések vannak, hogy ezt nem tehetik meg ezek az, nem tudják megtenni ezek az állatok. Így a beszélgetés végén még csak akár egy ilyen statisztika kérdés jutott eszembe, hogy Kecskeméten vagy Bács-Kiskunvármegyben nőtt a vadelütés száma, vagy erre van most adata, hát valójában vagy... azt mondanám, hogy inkább úgy stagnál, mert ezeket a veszélyes időintervallumokat, időszakokat, hónapokat kivéve azért egyrészt a gépjárművezetők is lényegesen látszik, hogy jobban figyelnek,
és hát a vadásztársaságok is azon a részen erőteljesebben vadásszák a vadat az utak mentén, és kerülik azt, hogy ott magas les legyen közelbe vagy etető, mert tudják ennek a következményeit. Én azt úgy látom, megmondom őszintén, statisztikából most nem készültem, de hát meg fogom nézni majd, és esetleg visszatérünk vissza erre. De én akkor úgy érzékelem, hogy stagnál, tehát hogy nem érzed ezt az, hogy megnőtt volna. Én nem látok ilyet, és a problémák is kezdenek csökkenni. És így a beszélgetés végén mondhatni, lezárásként tényleg akkor összegezhetjük, ugye a vad elütés, vadgázolás volt a témánk, hogyan összegezhető ez a beszélgetés, és akkor ugye arra tértünk ki, hogy igazából nem nincs változás a törvényben, csak kiegészítés történt, ugye erről beszélgettünk. Igen. Tehát tulajdonképpen itt a 14 évvel ezelőtti vadászati jogszabályt, illetve vadásztörvényben megjelenő rendelkezést mondanám el, tehát a polgári törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni erre az esetben, és itt valóban az itt látszik, hogy kiegészítés van, mert a hármas, a mostani úgymond változtatás harmadik zárójeles bekezdése nagy A-val kezdődik, visszautal a második bekezdésben meghatározott esetre, tehát nem, ez az eset nem minősül a vadászatra jogosult felróható magatartásának, vagy a tevékenységi körébe előálló rendellenességnek, ha a vad az életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből következő helyváltoztatása miatt jelenik meg a lakott területen, vagy azon kívüli közúton, autópályán, vagy település belterületén, kivéve ha a vad megjelenése a vadászatra jogosult tevékenységével áll, okozati összefüggésben. Az okozati összefüggés az azt jelenti, hogy bizonyítható módon a vadásztársaság valamit nem jól csinált, de hát erről már beszéltünk. Pontosan. Tulajdonképpen. És arról és is, hogy itt van a gyors, igen. A négyes, a mostani változtatás négyes pontja pedig azt mondja ki, hogy gyors forgalmi utat úgy kell üzemeltetni, hogy arra a vad ne jusson fel. Tehát itt a vadásztársaságunknak semmilyen, hogy úgy mondjam, vadásztársaságot semmi nem terheli, nem vele áll jogviszonyban az, aki vaddal ütközik. Faragó Miklós beszélgetését hallották tehát az elmúlt percekben dr. Szigeti Bélával, fővadásszal. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, remélem, hogy itt a vadgázolásokkal kapcsolatban minden fontos információt magukba szívtak.